Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a halak jelentik az anyagi dolgokat, az értékeket. Ezek az értékek lehetnek belső értékek is. És itt a bagoly madár jelenti a bölcsességet. Megvan, vagy az ő tudása, bölcsessége, ami értékes számára, vagy ő így lát téged, hogy te okos vagy, okos döntéseket hozol, bölcs vagy, és ezt értékeli. Az is lehet, hogy lesz köztetek kapcsolat, beszélgetés, vagy kikéri a véleményedet, amikor anyagi dolgokról van szó, hiszen azt okosan, bölcsen szeretné rendezni. Hogyan érzi magát? A hold jelentheti az anyukáját, az anyai érzelmeket, a gondoskodást, de jelenti az éjszakát, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is. És itt megvan a kapcsolat kettőtök között. Ez lehet telepátikus kapcsolat, vagy arról álmodozik, hogy visszatér hozzád, hogy legyen kapcsolat, sőt, még egy házasság is lehetséges. Esetleg tervezitek ezt az eljegyzést, és az anyukája beleavatkozik a dolgokba. Mit fog tenni? Ez a hegy jelenthet ugyan hegyvidéket is, és akkor megvan az irány, ez lehet egy kirándulás, vagy a hegy jelentheti a téli hónapokat, hogy akkor lesz majd egy változás, egy új irány, amit a hegy még jelenthet, hogy valami blokkol benneteket. Itt vannak még nehézségek, amit meg kellene oldani, és itt kell majd egy új irány. Mi köt össze benneteket? Itt valamit át kellene még vizsgálni, hogy hogyan tovább, melyik irányba, milyen döntéseket kellene hozni. Az is lehet, hogy ő még egy házasságban él, itt vannak nehézségei az anyagiak miatt, hiszen ez át lesz mind vizsgálva, és ha ez lezárul, akkor lesz majd itt egy új irány, és ez eltarthat a téli hónapokig. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!